Sziasztok! Ebben a videóban egy sétára invitállak benneteket. Mivel nem sokára Minden Szentek és Halottak napja lesz, úgy gondoltam, hogy ebben a hideg, csípős őszi reggeleken hova máshová is mehetnénk, mint ki a temetőbe. Nem paranormális eseteket fogunk boncolgatni, nem is szellemvadászatra indulunk, de még egy csepp borzongás sem fog végigszaladni a gerinceteken, hanem emlékezni fogunk. A YouTube csatornám ugyanis 19.-20. században élt hírességekkel, festőkkel, színésznőkkel, költőkkel és múzsákkal foglalkozik. De vajon azt tudjátok, hogy hol van a végső nyughelyük? Hogyan néz ki a sírjuk? Gondozzál még valaki? Gondolnak-e még rájuk? Szeretnélek benneteket egy sétára invitálni ebben a csípős őszi időben, a Farkasréti temetőbe. Karádi Katalin. Nehéz sorsú családba született és 17 évesen házasságba menekült, pár év múlva azonban elvált. Kávéházi énekes lett, így fedezte fel Egyed Zoltán hírlapíró, ő találta ki számára a Karádi nevet. 1939-ben forgatta első és legsikeresebb filmjét, a Halálos tavaszt, amelyben már akkor ismert Jávor Pál volt a partnere. Bármiben is játszott, a mozik tele voltak, a neve mágnesként vonzotta a nézőket. A hírszerzés főnökével folytatott szenvedélyes viszonyt, emiatt később politikailag megbízhatatlannak tartották. A német megszállás után letartóztatta a gestapo, befolyásos barátok segítségével szabadult. A nyilas rémuralom idején zsidókat mentett, ám később szovjet hadifogságba esett. Mivel a berendezkedő kommunista állam nem kért belőle, szerepeket sem kapott, 1951-ben emigrált. New Yorkban saját kalapszalont vezetett, fotózni nem engedte magát, és csupán egyszer, 1973-ban adott interjút. Halála után hazahozták földi maradványait. Paskai bíboros engedélyezte, hogy a színésznők közül elsőként neki nyissák ki a bazilika ajtaját, ott ravatalozzák fel. A koporsója 6000 dollárba került, őrizték is egy ideig. 1990. február 9-én hunyt el, és 15-én indult az utolsó útjára, ide a Farkasréti temetőbe. Hazatérése a rendszerváltás egyik szimbóluma lett, már nem kellett titokban rajongani érte. Karádi a háború alatt rengeteg életet megmentett, ezért halála után megkapta a világ igaza kitüntetését. Rutkai Éva. Rus Éva alig 3 évesen lépett színpadra először Lakner Artúr híres gyermekszínházában. A későbbi Rutkai Éva új nevét is itt kapta. 1945-ben robbant be a színházi életbe, amikor a beteg Tolnai Klári helyett a Hattyú című darab főszerepét vállalta el. Gábor Miklós a férje volt, Latinovics Zoltán pedig később társa, élete nagy szerelme. A neves színésznőt pályája csúcsán érte a halál hosszú, súlyos betegség után. Színpadi szerepeiben nem csak a nézők láthatták, de az akkori színházi közvetítéseknek köszönhetően a tévénézők is. A legendás színésznőről ma színházon elnevezve Budapesten. Síremlékét Nagy István János szobrász készítette. Sütz Ila. Jövőre veled ugyanitt. Több mint 300-szor játszotta ezt a darabot partnerével, Stankai Istvánnal. A Madách Színház és a József Attila Színház sokoldalú színésznője számos elismerést kapott. Jászai Mari díj, Déri Né díj, érdemes művész, kiváló művész. Egy ország rajongott játékáért, sajátos humoráért. Senki sem sejtette, hogy közben a depresszióval küzd. 2002-ben úgy döntött, véget vet életének. Hangját, alakját számos film és színházi felvétel őrzi. Játéka ma sem vesztett a fényéből, varázsából. Tragikus sorsú komika vagyok, mondta magáról Sütz Ila. Tragikus hősnőket hordozok magamban. Ebből valamit próbálok érzékeltetni akkor is, amikor komikaként megyek a színpadra. Gobbi Hilda. Gobbi Hilda sírkövét egy dombormű díszíti, amelyen a színésznő a színpadi függöny mögül lesekedik, nekünk háttalálva. Bajor Gizitől tanulta ezt a szokást, hogy előadás előtt, amíg a függöny fel nem ment, gyakran kinézett a nézőtérre. Telt ház van? Az első sor is tele van? Gobbi Hilda nagyon eredeti személyiség volt, és megszállottan szerette a szakmáját. Halála előtt volt egy furcsa kívánsága. Ne koporsóba, hanem vasládába temessék, és hanvai mellé tegyenek egy marék füvet, egy lópatkót és az 5 világvallás jelképét. Plusz egyes források szerint a lerombolt Nemzeti Színház egy tégláját is. Hitt a reinkarnációban. A fűmagot azért kérte, hogyha újjászületik, fű lesz. Miért? Mert el lehet taposni, de újra kihajt.
A patkót a szerencse miatt, az öt világvallás jelképét meg azért, mert sosem lehet tudni. Dajka Margit. Az ő sírkövét nagyon nehéz megtalálni. Nem az a tipikus monumentális emlékmű, hanem egy egészen icipicike. Dajka ugyanis nem köt kompromisszumot, nem alkuszik meg soha. Ő ment be a legkorábban a színházba, és ő ment el legkésőbb. Előadás előtt 2 órát hangolódott bezárkózva. Nem hívhatták színésznőnek, csak Margitkának. Nem használta más púderjét, más parókáját. Luxusa annyi volt, hogy minden premier után csináltatott magának egy pár cipőt. 1944-ben Mezei Máriával a fronton énekeltek, amikor megszólította egy katona. Bemutatkozott, majd megkérte a kezét. Dajka csak ennyit mondott. Ó, most nem alkalmas, de ha Pesten jár, keressen meg. Ő Lajtos Árpád, a nyelveket beszélő intelligens hortitiszt, aki ugyan nem soká leszerelt, de börtönbe csukták 12 évre. Szabadulása után egyből felhívta Dajkát, és csak ennyit mondott a telefonba. Én vagyok. Dajka ugyan a 3. férjével élt akkoriban, de egyből tudta, hogy ki az az én. Azonnal elválik, és hozzámegy Lajtos Árpádhoz. Árpád a múltja miatt csak alkalmi munkákat kap. Margit rajong a férjéért, évtizedeken át meleg ebédet visz minden nap a pályaudvarra, ahol férje sinkaparóként dolgozik. A 80-as évek elején kiderül, hogy Margitkának áttétes tüdőrákja van. A szintén halálos beteg Rutkai Évával fekszik együtt a Kútvölgyiben, és ha már együtt vannak, színházast játszanak. Boldognak akarják látni a másikat, nevetnek, pletykálnak. Dajka Margit 1986 májusában, Rutkai szeptember végén távozik az élők soraiból. Lajtos mindvégig a felesége mellett marad, a karjaiban hal meg. A férfi hazamegy, senkinek sem szól. Margitka haláláról, majd ír egy végrendeletet. Nem szeretné, hogy az imádott felesége mellé temessék, mivel börtönviselt ember is nem méltó rá. Majd öngyilkos lesz. Dajka a farkasréti temetőben alussza örök álmát, Árpádot pedig a köztemetőben szórták szét, ahogy kérte. Köszönöm, hogy egy sétát tettél velem a farkasréti temetőben.